Most kérem jegyzőkönyvbe venni, hogy a mai napon Horváth Hegyi Ádám lelkész beiktatására sor került gyülekezetünkben. A beiktatási istentiszteletet követő egyházközségi közgyűlésen elsőként a gyülekezet felügyelője jelentette be, hogy Horváth Hegyi Ádám immáron önálló jogállású lelkésze a Salgótarjáni Evangélikus Egyházközségnek, majd köszönetet is mondott ezért. Kedves Ádám, kívánjuk, hogy minden tevékenységedben legyenek láthatóak Istennek csodálatos tettei, hogy munkája legyen időtálló. Őrködjél az igaz hit felett. Tartsd meg azt a gyakorlatot, hogy mindenki számára közérthetően hirdeted az Isten igéjét. Ígérjük, hogy szolgálatodban számíthatsz közösségünk támogató együttműködésére. A közgyűlés folytatásában számos egyházi és világi személy szólalt fel és mondott köszöntőt Horváth Hegyi Ádám parókus lelkészi iktatása okán. Nyírségi alföldi gyerekként sosem értettem, hogy hogyan került a te nevedbe a hegy. Horváth Hegyi Ádám vagy, és leesett a tantusz. Már nem csak most a készülés közben is, hát neked hegyre kellett jönni. Miért kerültél ide? Igei vezetés kaptatok, világos volt, most már nincs semmi rejtély. A keresztrejtvény meg van fejtve. Kedves testvérek, itt látjátok, Ádámot látjátok, a többi lelkész testvért, nekik az egyházunkban nagyon fontos, mással nem helyettesíthető feladatuk van, a tanítás tisztaságának az őrzése, a prédikáció, a szentségek kiszolgáltatása és a lelki gondozás. Ahhoz, hogy ezt a lelkész testvérek tudják csinálni, tudják olyan módon csinálni, amire ők elhivatottak, megszólítottak, amihez nagyon sokat tanultak, és nap mint nap az ige olvasással, az igében való elmélyedéssel foglalkoznak, ezt csak akkor tudják csinálni, hogyha mi segítünk nekik ebben is nyilván imádságunkkal, de leginkább a gyülekezet működtetésében. Én nagyon örülök, hogy az eddigi tapasztalatok alapján itt Ádám megkapta azt a segítséget már. Horváth Hegyi dinasztia. Ugye azért mondom így, mert itt három lelkész is van most, aki Horváth Hegyi vezeték névvel rendelkezik. Mindennyiüket ismerem, mindennyiükkel volt alkalmam találkozni. Horváth Hegyi Olivérrel egymás mellett ültünk a zsinatban 6 évig, ugye Áron pedig püspöki titkárként és sámsaházi lelkészként sok alkalommal együtt dolgoztunk, és most megismertem a legkisebb fiút is, Horváth Hegyi Ádámot. Bizton állíthatom, hogy mind egyik fiú kiváló ember, nagyszerű, elkötelezett, hű és igaz szolgálja az evangélikus egyháznak. És egy igével szeretnélek újra köszönteni, amivel áldottalak is, amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét. Ez az ige most másodszor hangzik, és az az ajándék, amit adtam, bele is írtam ezt az igét, hogy mindig legyen a szíveden. Amikor megláttam, hogy mennyi lépcsőn kell följönni, gondoltam, azt lent átadom neked, úgyhogy már átadtam azt az ajándékot, de engedjék meg, kedves Salgótarjáni gyülekezet, hogy, és természetesen a szorványok, hogy ezt az igét azt nagyon-nagyon forgassák mindig a szívükben. Hogy tényleg mindig legyen könyörgő gyülekezet. Könyörögjetek a lelki pásztorotokért, könyörögjetek az ő drága feleségért, hogy fölhívta a figyelmünket, Esperes úr. És annyira könyörögjetek, hogy meg tudjon rendülni a hely. Hyvä Ádám, hyvät Salgótarjánin kristityt. Kedves Ádám és Salgótarjáni keresztjének. Olen Matti Hyrry ja teen työtä Vantaalla Hämeenkylän seurakunnan kirkkoherrana. A nevem Matti Hyrry, és Vantában dolgozom, a Hémenkili plébánia vikáriusaként, megyés püspök helyetteseként. On suuri ilo olla tässä juhlassa ja tuoda tervehdys Suomen luterilaiselta kirkolta ja erityisesti Vantaan luterilaiselta seurakunnilta. Nagy öröm, hogy itt lehetünk ezen az ünnepen, és üdvözletet hozhatunk a finn evangélikus egyháztól, és különösképpen a vantai evangélikus egyházközségektől.
Suomen ja Unkarin välillä on ollut aina tiivis ja läheinen yhteys. A kapcsolat Krisztus egyházai között, különösen az evangélikus egyház között, Finnország és Magyarország között mindig is szoros volt. Salgótarjánban nagyon fontosak a közösségek. Az önök közössége is, más egyház közösségek is, és a régi hagyományos közösségek is. És amikor meghívjátok a polgármestert, akkor ő mindig szívesen jön. Én nagyon sok erőt kívánok neked. Lelkész úrnak azt kívánom, hogy legyen jó vezetője ennek a közösségnek. Azt kívánom, hogy bízzanak egymásban, bízzanak a közösség tagjaiban, és a Jóisten segítségével vezesse önöket, hogy ez a közösség, az önök közössége gyarapodjon. A köszöntőket követően Horváth-hegyi Ádám családjának énekszolgálatát, majd az új parókus lelkész gondolatait hallhatták a közgyűlésen jelenlévők. Egy szó jut eszembe, ez a hála. Hálás vagyok Istennek. Ez a sok áldás, ima, szavak, amiket most hallhattunk, ezek egyedül tényleg csak a hálát tudják bennem megszólaltatni. És elhangzott itt nagyon sok szép mondat, köszöntő, és valóban azt tudom megerősíteni, hogy itt, ahogy a prédikációban is mondtam, hogy Krisztusnak kell középen lenni az életünkben, és mindannyiunknak az életében, és akkor teremhetünk gyümölcsöket. Itt a többször elhangoztak a testvéreimnek a neve, Horváth-hegyi lelkész testvéreimnek a neve. Van nem lelkész testvérem, vagy nem lelkész testvérem is, aki Horváth-hegyi, Dénes, aki most nincs itt, Berlinben van. Megerősíti bennem az, hogy nem muszáj lelkésznek lenni, hanem mindannyian részt vehetünk Isten csapatában. És most körbenézve egy csapatot látok. Mert ahogyan a prédikációmban is mondtam, egy közös ügyről van szó. És nagyon nagy szükség van, hogy ez a csapat erősödjön. Hogy Krisztus különböző tagjaiként, ki mihez ért, ki milyen talentumot kapott, abban tudjon részt venni, azt tudja majd kamatoztatni. És így szeretnék hálát adni a gyülekezetért, most felügyelő úrra nézek, aki mérnök ember és oly sok mindenben segít. Nagyon fontos. Elhangoztak itt, milyen felújítások vannak. Nagyon fontos, hogy mindenki abban vegyen részt, amit az Isten adott neki ajándékul. Újra van tehát teljes jogállású lelkész a Salgótarjáni Evangélikus Egyházközségnek.